zenével alapozzák meg az új előadás hangulatát az első néhány percben. Ha eddig nem, ebből már tudhatja a néző, hogy nem egy kedves vígjátékra ült be. A rendhagyó monodráma olyan témákat feszeget és jár körül, ami manapság is foglalkoztatja a társadalmat. A Sherwin Park, ez egy lakótelepen játszódó monodráma. Egy fiatal lány, 10 éves, meséli el a családjuk történetét. Ők Oroszországból érkeztek Németországba, és egy olyan környezetben élnek, ahol tulajdonképpen mindenkinek migrációs háttere van, de hogy próbál beilleszkedni ez a fiatal lány, aki egyébként nagyon intelligens. Sok trauma érte, és az egyik legnagyobb trauma, amit ebben a történetben próbál feldolgozni, az az, hogy a nevelőapja megöli az anyját. És hogy egyedül marad a két kis testvérével. Hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos téma a családon belüli erőszak, sokkal inkább jelen van életünkben, mint ahogy gondolnánk, ugye erről hallgatunk általában, minden, vagy az érintettek hallgatnak róla, és az is nagyon fontos, hogy az idegenek témáját, vagy a beilleszkedés témáját is, hogyha valaki egy másik kultúrából érkezik, és feldolgozza, és azért ezt megmutatja, hogy tényleg nagyon nehéz kiszakadni egy bármilyen kultúrából, amiben fölnövünk. És hogy integrálódni egy másik világba rengeteg akadálya van, rengeteg nehézség adódik ilyenkor, és ezt nagyon szépen végigvezeti a darab egy nagyon emberi történetben, ahol együtt lehet nevetni és sírni ezzel a 10 éves lányjal. Schau, freust du dich jetzt? Hatte ich dich nicht gewarnt? Wie konntest du nur? Warum hast du diesen Arsch geheiratet? Warum durfte er mit nach Deutschland? Warum hast du ihn nach diesem verdammten Elternabend wieder in die Wohnung gelassen? Warum, verdammt nochmal, warum? Das Stück ist einmal sehr gut geschrieben. A darab nagyon jól van megírva, és olyan aktuális témákat feszeget, mint az integráció, a migráció, a családon belüli erőszak, vagy a nők elleni erőszak. És én azt gondolom, hogy valószínűleg itt Magyarországon és az egész világban mindenhol nagyon aktuális, és nagyon fontos, hogy beszéljünk róla. A színésznő azt is elmondta, hogy ez egy nagy színészi feladat volt számára. Egyrészt a történet súlyosságának terhe nyomja a vállát, másrészt, bár több karaktert játszik, mégis több mint egy órán keresztül egyedül van a színpadon. Hozzátette, a történet a tragédiák mellett rengeteg humort rejt, ez segít neki előre menni. A koronavírus járvány miatt a próba folyamat is rendhagyó módon zajlott. Izgalmas munkafolyamat volt. A próbák úgy kezdődtek, hogy a színésznő Melissánál a szobában, otthon, az ő nappaliában, és Zoomon dolgoztak a rendezőnővel és a díszlettervezőnővel, Vanilla Koch rendezte a darabot. És mivel ugye most nem lehet beutazni, vagy nagyon nehézkes, meg ugye egészségügyi szempontból is nem annyira biztonságos ide-oda utazgatni, úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk ezt a projektet Zoomon keresztül véghezülni, és sikerült. Voltak technikai problémáink, tehát volt benne jó sok kihívás, de tulajdonképpen létrejött az előadás. A darab maga körülbelül 65 perc, de az előadás után egy feldolgozó foglalkozást is tartanak. Ezt a darabot nem visszük ki szabadtérre, mert ez egy olyan nehéz téma, a szabadtérre a könnyedebb darabok valók. Ezt a darabot majd iskolákban szeretnénk játszani, meg itt a színpadon. De egészen addig, amíg ez nem biztonságos, addig online kínáljuk fel az iskoláknak, mert megvan a videóanyaga. Első körben az iskolák és az oktatási intézmények felé, hogy vannak online produkcióink, tehát ami kész színpadi produkciók, de fölvételről tudjuk online is biztosítani, hogyha például egy iskola még nem szeretne hozzánk eljönni, vagy pedig nem fogadnak minket. És azt is eldöntöttük, erre lehetőséget ad a rendelet, hogy mi egyelőre szabadtéren fogunk játszani, de ehhez keressük a lehetőségeket itt a városban, és egyébként mindenfelé, tehát szeretnénk ugyanúgy, mint máskor is járni az országot, de arra koncentrálva, hogy szabadtéren maradunk. Szervezés alatt van minden, tehát hogy kell egy pár hetes felfutás annak, hogy egy színház tényleg el tudjon indulni, hogy mindent le tudjunk szervezni, ezen dolgozunk. És ugye, ahogy mondtam, az online előadásaink vannak a Sherwin Park, ez az előadás, akkor készen van a Kis Herceg, ezt is online tudjuk felkínálni jelenleg, amíg nem tudunk máshol játszani. És akkor júniusra online meg lesz a Rettenetes Ötös című mesénk, és egy zsebmesénk, a Tűzmanócska. Az igazgatónő azt mondja, nagyon nagy az érdeklődés, azt veszi észre, hogy az emberek nagyon vágynak már a színházra. A felnőtt közönséget júniustól szeretnék megszólítani,
Nagy valószínűséggel Szekszárdon a Vármegyeháza udvarán is játszanak majd. Und daran, dass man mal in der Menschenmenge verloren gegangen ist. И упирается прямо в небосклон.